A Központi Statisztikai Hivatal 2016. október és november között a háztartások 10%-ának felmérésével mikrocenzus szervezett. A kis népszámlálás során 440 ezer háztartást kerestek meg, hogy információt gyűjtsenek a magyar társadalom jelenlegi helyzetéről. Többek között az iskolázottsági adatokat vizsgálták. A KSH statisztikájában jó néhány megdöbbentő tény is olvasható, az egyik ilyen, hogy 19 megyéből 11-ben a felnőtt népesség többségének nincs középfokú végzettsége. A legalacsonyabb képzettséggel rendelkezők aránya Szabolcs megyében a második legmagasabb az országban. Az iskolázottság tekintetében a legnagyobb változások a rendszerváltozás utáni időszakban történtek. Ez jelentette az oktatás kiterjedését közép- és felsőfokú szinten egyaránt. A szakmunkás, szakiskolai oklevéllel rendelkezők aránya meg négyszereződött, az érettségizetteké meg háromszorozódott, a diplomásoké pedig majdnem a hatszorosára nőtt az elmúlt negyed században. A rendszerváltás mellett ennek nagyon fontos demográfiai okai is voltak, mert az 1970-es években született nagy létszámú korosztály, az a 90-es években végezte a középiskolát, majd folytatták közülük sokan a tanulmányaikat a felsőoktatásban. A diplomások 80-90%-a férfi volt az 1960-as évekig. Az érettségizett nők aránya is először csak 1980-ban haladta meg a férfiakét. Végül 2001-ben érte el a diplomás nők száma a férfiakét. A népszámlásoknak köszönhetően 100 év távlatában vannak összehasonlítható adataink, például az iskolázottság vonatkozásában is. Az első népszámlálások azok még csak az írni-olvasni tudást kérdezték, de az 1900-as évektől egyre részletesebb kérdések voltak az iskolai végzettségre vonatkozóan. Ezért tudjuk például, hogy 1920-ban még a népességnek a túlnyomó része, tehát 96% a legfeljebb alapfokú végzettségű volt. Tehát jól látható, hogy 100 év alatt az iskolai végzettségben milyen jelentős változások történtek. 2016-ban 2.217.000 rendelkeztek alapfokú vagy annál alacsonyabb iskolai végzettséggel, vagyis a 15 éves és annál idősebbek 27%-a, legfeljebb az általános iskola 8 osztályát végezte el. A mikrocenzus időpontjában 2.700.000 főnek általános vagy szakmai érettségi volt a legmagasabb végzettsége, és 1.716.000 rendelkeztek felsőfokú befejezett iskolai végzettséggel. Ezek alapján a 20 éves és annál idősebbeknél a diplomások aránya 4%-ponttal emelkedett a 2011-es népszámlálás óta, ez derül ki a KSH adataiból.